Na, Egonkám, itt vagyok, nem tudom mennyi az idő. Itt vagyok a Cilukán, a Pavelkának jön a Sky. Jó, jön a Messina. Így van. Annyi, itt sétálunk. És akkor jön a Szürke, meg a Lucifer. Jó, és akkor megyünk fel. Jó. Hamis a... Így van. Ja, akartam mondani, hogy hamis a... Ja, olyan hülye vagy te, hogy mindent egyre gondolunk te. Hamis a piglie, mondanám, és már tudja is, és cseréli is ki. Figyelj, hogyha... Na. A Nomcsinak mondanám azt, hogy egyszer meggondolna magát, de nem gondolja meg, egy nagyon jó képű srác a barátja. Évike, maradjunk itt. Annyi van, hogyha megjön a Lucika, és akkor megyünk meg a Szürke. Mert ezt nézd meg. Hát ez jégpáncél az egész. Igen, ott van egy stropekunk, és ott rappolunk. Jön a Szürkéd és a Lucika. De maradhatsz út, nem kell félreállni. De nem kell, Pali. Nem kell. Hát kell, hogy tudják a dolgukat. Hát minden nap így vagyunk. Csődör, így van. Ő egy 2 éves csődör, Malszájban egyszer futott, övé Kanca, a tiéd Csődike, a Pavelé, és jön a 2 csődör, jön a Lucika, meg a Szürke. Nomcsi, ne idegesíts, hogy csak 8 éve ismerjük egymást. Hát jó, lehet, hogy több, akkor 9, akkor nem mindegy. Nekem olyan 1000 évetnek tűnik. Jó, hát akkor annyi. Mindegy. 8 év csak. Jó. Itt van a Pavelnak a Sky, ott van a Messina. Rárakom a izét, repül az idő. Hát, repül. Repül. Na gyere, bébike. Ezt a Évikének mondom inkább, hogy repül az idő, de milyen, tehát hogyan, érted? Hú, bazd meg, rámentem a jégre, az anyádat. Hát úgy értve, hogy milyen, na. Ja Istenem, nem a gyorsan, nem. Jó élményekkel telítve, mert mindenkinek adott, hogy ugye, hogy egyszer nyek lesz, nem? Csak azt ki tudjuk-e használni. És ezt mondtam a Noéminak is, hogy miért nem használjuk ki a... De hát ő azt mondta, hogy másra használja ki. De hallod? Vicc volt ez is. Mert hallod, olyan plátó, én imádom, hogy nem igaz. Viszont kettőnk közt még lehet valami, Évike. Még ha utálod a férfiakat, akkor is. Mi utálja a férfiakat? Hallod? Mi utálja a férfiakat? Na itt a Lucika, és itt van a Szürike. Hallod? Elindulunk fölfele, gyertek utánam. Illetve gyere mögöttem. Jó? Jó? Gyertek. És fölmenjünk a stropekra. Figyeljetek, mert csúszik nagyon. A Melissa legyen a legvégén. Így van, jó, bocsánat. Na. Jó. Jó van. Na itt a kis csapat mögöttem. Szerintem egy jó kis brigád van. Hát olyan talajunk van, hogy örülünk, hogyha élünk. Halál komolyan mondom. Csak jó lovacskákkal lehet megoldani ezt a talajt. Tehát úgy értem, hogy nem aki ugrál, meg nem tudom, hogy mit csinál, hanem így szépen akkor így meg tudjuk oldani. Ja, Claudia? Így van. Ja, hallod? 5 perc is megnyugszik. Hallgass rám. Hagyd őt, én tudom. Ismerem a Szürkét. Elkezdi játszani az agyát, és 5 perc múlva megnyugszik szépen, és be fog állni a csoportba. Na, ennyi. Mindenki itt van mögöttem? Igen. Sziasztok, Évike, puszillak. Igen. Imádom ezt a másik csajtot leghátul. Igen. Imádom ezt a kis Claudiát is. Igaz, hogy nagyon ritkán jár hozzánk. És ki van még csaj? Igen? Ki? De várj, az Árpi, meg... Aha, jó, oké. Okay. Ha gyertek!
Hát megmondom, elég szar talajon vagyunk, de ilyen lovakkal azért merek ide jönni, mert tudom, hogy hogyan vannak. Érted? Tehát ők rendszeresen tréningben vannak, tehát nem fognak kiugrani. Kimehetünk a golyóba is ezekkel. Na, magyarul. Egonkám puszillak. Majd még felhívlak, nem tudom hány órakor. Itt vagyok a kicsikén, megígértem, hogy felülök rá, így van. A futuri fessőn meg ott van az udvarba, ő trappol már talán, így van, látom is. Ja. Fősétáltunk onnan, és akkor szépen trappolunk jobbra-balra. Meglátjuk. Le van fagyva minden. Hallod? Akkor a anyjának. Jó. Hát amilyen brigád állomány volt ma, ahhoz képest nagyon jók vagyunk. Anyus, hanyadik lattod, Évike? Harmadik. Jó. És még van neki kettő. És úgy szeretné, hogy még kettő-három legyen, úgyhogy ez boldogság. Hú, de szép mozgása van ennek itt középen, nem tudom ki ez. Nem a miénk, itt a high-tech. Jó, vannak. Na gyertek! Jó, mindenki itt van, lerakom, ajde!